Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, értemes lesz! Azért is jó nézni egy sok csapatos, színvonalas gyereklabdarúgó tornát, mert a 10-12 éves korosztályban még egyáltalán nem lehet érezni azt a különbséget, ami nemzetközi szinten a későbbiek során kialakul, általában a magyar gyerekek kárára. A szekszárdi Horfer-Serlek kupa, amit 11-12 éves gyerekek számára rendeznek immár 5 éve, hiánypótló is egyben, hiszen ennek a korosztálynak a szakemberek szerint nincs kellő számú és minőségű tornája. A nyújtott kapukra játszott mérkőzéseken most is potyogtak a gólok a szekszárdi városi sportcsarnokban a Horfer-Serlek kupán. Természetesen a mezőnyben most is ott volt a szekszárdi UFC ebbéli korosztályos csapata is, a 11 éveseké, amely az alsóházi besorolása ellenére 3 győzelemmel, 1 vereséggel és 1 döntetlennel az 5. helyen zárta a tornát. Olyan mezőnyben, ahol az MPK, a Budapesti Honvéd, az UFE, a BVSC, a Molvidi, a Pécs és a Kaposvár csapata is szerepelt. A látottak alapján akár a kis döntő is összejöhetett volna a sárga-fekete kis seregnek, de a sorsolás ezúttal nem nagyon kedvezett nekik. Remekül összetartó csapat a Hejoszton mutatta a legjobb játékot és aratta a legértékesebb győzelmét, amikor is a Rákóczi Bene Ferenc Akadémia Kaposvárt 1-3 után nem akármilyen gólokkal győzték meg Galambosék 4-3-ra. Hogyan leptétek meg ezt a Kaposvárt, amely ma azt hitte, hogy megnyerte meccset? Hát védések, és le kellett őket nagyon kontrázni. Borbolya volt, mert hamar jól kaptatok. Egy picit izgultatok, vagy az öltözőben maradtatok fejbe, hogy hamar nem értetek vissza védekezni. Mi volt? Hát igen, nagyon izgultunk ott a öltözőben, mert első, amikor föléptünk a Kaposvár ellen, akkor nagyon megijedtünk elsőbe, ott 3-1-re meg is szerezte a vezetést, és utána meg összekaptuk magunkat, és visszahosszuk. Legifjabb Galambos Jánosnak, a csapat gólzsákjának, a torna társgól királyának nehéz dolga volt a kaposváriak ellen, hiszen az ő semlegesítése volt az ellenfél legfőbb védekezési feladata. Ám a kis Maros Máté a helyébe lépve fontos gólokat tudott szerezni ezen a meccsen. Kicseleztem, a kapusba belerúgtam, és ott így elhúztam mellette, és ott bepasszoltam. A legközelebbi feladat, hogy az MTK-ra odafigyelünk, és úgy állunk hozzá, mint a többi meccshez. Odaálltunk a Honvéd ellen is, odaálltunk a Vidi ellen is, Honvéd ellen egy 2-2-t játszottunk, de semmi baj, de a videóton már meg tudtuk verni. Az MPK-t utánpótlás fronton legyőzni mindig értékes bármelyik csapat számára, tekintettel arra, hogy a kékfehérnek minden korosztályban az ország legjobbjai közé tartoznak ma is. Ez, mármint a legyőzésük itt Szekszárdon, a másik jóhírű utánpótlást nevelő klubnak sikerült, a kispesti srácok a Honvéd színeiben, ugyanis a döntőben egy gólgazdag mérkőzésen 7-5-re nyertek, és ők lettek az idei 5. Horfer-Serlek kupa győztesei. Az eredményhirdetés most is, mint az elmúlt 4 alkalommal, párját ritkítóan gazdag volt, köszönhetően a főszponzor gálánságának, nagyvonalúságának. A rendkívül sok külön díj mellett minden egyes résztvevő valamilyen ajándékot vihetett haza Szekszárdról a Horfer-Serlek kupáról. A legnagyobb öröm, hogy a gyerekek várják, és ha körbenézünk, Szekszárdon a lakosság is vár, hiszen most is telt ház a csarnokba, úgyhogy sokan várjuk ezt a rendezvényt, igen. A Sopron, a Szekszárd, a Győr, a Diósgyőr és a Zalaegerszeg mellett egyre inkább komoly tényezőnek számít a nyáron megerősödött, fővárosban nevelkedett, leginkább tehetségeket felkaroló NKE csata, a női kosárlabda NB1 egyre élesedő küzdelmében. Erre jó példa volt a csata szekszárdi vendégjátéka. Ez a mérkőzés csak a végjátékban dőlt el a KSC Szekszárd javára. A hazaiaknak minden tudásukra szükségük volt, az egyébként papírforma csak 5 pontos győzelem megszerzéséhez.
Az első perctől a végig szoros kiegyenlített küzdelem folyt a két csapat között. A csata föl tudta vonultatni azokat az erényeket, amelyek a szekszárdi csapatot úgy általában jellemzik. Kemény, lábon gyors, egymásnak besegítő védekezés, abból gyors indítás, és a felállt védelem ellen is képesek voltak türelmesen, és a szó igazi és átvitt értelmében egyaránt pontosan játszani. Az első félidő két negyedében többször tudtak bejutni a palánk alá zicserig, mint a hazai csapat. A KSC-nek ekkor az amerikai és ausztrál magasembere Bishop és McCall villanásai hozták a pontokat, de előnyre egyáltalán nem tudtak szert tenni a szünetig, 36-36-tal fordultak a csapatok. Csata egy nagyon komoly ellenfele, három külföldi játékos, teli olyan magyar játékosokkal, aki nem hiom csak fiatalok, hanem magyar válogatott játékosok. Felnőtt vagy utánpótlás válogatott. Szünet utáni első játékrész is fejfel melletti küzdelmet hozott, mind a kinti dobásokban, mind palánk alatt. A vendégek légiósai, Ausztria és Lang vállalták a befejezéseket, és a védekezésben is oda tette magát a 22-es, illetve 40-es számú kék szerelésben kosarazó játékos. Az utolsó 10 percben már igazándiból a szekszárdi csapat tudott több szinten is megújulni. Studer Ágnes betörése után szinte gólpasszokat adott McCallnak, és az új szekszárdi irányító Dojkic is nagyszerűen egyezett, miután a vendégek által hosszú perceken át semlegesített McCall újra éledezni kezdett. Ám döntő volt mégis a fordulatban, hogy amíg Tursis Krisztián vezetőedző nem tudott minőségi csere emberhez nyúlni, a szekszárdi padról jött Teodorán Alexandra, aki a legjobb kor a legkritikusabb pillanatban két triplát is elsüllyesztett a csata gyűrűjében. De ezekre is tudott még válaszolni a vendégcsapat, így az 5 pontos győzelem bebiztosítása az nagyon kellett a végén egy Studer villanás, aki ugyan az itzerét kihagyta, de egy triplával végleg szertefoszlatta a fővárosi reményeket. Ő egy figura volt, ugye időkérésnél Zsájka elmondta, mit játszunk, és hát ugye ez egyszer kimaradt, de utána volt még pár másodperc, és akkor a tripla meg bement. Néha úgy érzem, jobban dobom a triplát, mint a közelieket, úgyhogy nem tudom miért. Meccsen ugye általában több triplát dobok rá, mint közelít, és azok lehet ilyenkor jobban mennek. Tudtuk azt, hogy a csata az egy nagyon jó csapat, elég sok meccset játszottuk velük a felkészülés alatt, és szoros meccseket is játszottuk, és hát teli van ugye tehetséges fiatallal, jó idegen légióseik vannak, úgyhogy tudtuk, hogy nem fogják feladni a meccset. Én magabiztos voltam, úgy mondhatom, és bíztam benne, hogy nyerni is fogunk, és így is alakult, és nem voltam a vége felé sem ideges, próbáltam higgadt maradni, mert ilyenkor az a legjobb. Nálunk azért szerintem azért nagyobb rutinú játékosok vannak, a légióseink, Ebi, Erika, úgyhogy úgy gondolom, hogy a végén azért higgadtan tudtuk így megnyerni a mérkőzést. Ugye első két negyed alatt nem voltam eleget védekezésben, sok hibát követünk, de a második fél idő javítottunk védekezésre, egy negyed kaptunk 17, másik 15, ez a kb. Amit szerettünk, annyi pontokat szerettünk kapni. Kell mondanom, hogy támadásban most, mikor Frida nem volt, kicsit úgy zavarban volt az egész, mert Ivana Dojkic is csak egy kette itt van velünk, még mindig nem tudja figurát, sok dalakban gondolkozni, mit hogyan. Dojkic összességében jó benyomást tett az irányító poszton. Ez egyébként egy olyan meccs volt, amit csak a légiósok nem tudtak volna megnyerni a szekszárdnak. Örülök annak például, hogy Teodorán Alexa ma extra játszott, amit te is mondtál, amikor jött padról, és Studer Ágnes is, mint egy líder, és akkor nem mondom, nem szeretem neveket mondani, de Ebi Bishop is bírta játszani, tartottam pályán majdnem 40 percet, egy olyan kemény ritmusban. Le a kalappal a csata előtt, aki azt gondolta a szurkolók közül a mérkőzés előtt, mivel hogy összekerült a két csapat a február végi Győri Magyar Kupa negyeddöntőjében, hogy szinte biztos a KSC Szekszárd számára az elődöntőbe jutás, azt óvatosságra kell, hogy intsék a most látottak. Ez egy rangadó lesz, úgy gondolom, semleges helyszínen lesz, és
Hát biztos ők is úgy jönnek. Hát ugye egy élet vagy halál ezekre a meccsekre, azt mondják, akik az mész haza, úgyhogy ott mindenki ki fog tenni mindent a pályára, úgyhogy ott az biztos, hogy egy igazi rangadó lesz. A szokásosnál is kiemelkedőbb évet tudhat maga mögött a dombóvári atlétika. Azt már megszokhattuk, hogy Fazekas Gáspár és Tar Imre több évtizedes, országosan is kiemelkedő nevelő munkájának köszönhetően folyamatosan jelennek meg a futó, ugró és dobó szakágakban a tehetségek. Ám arra még nem volt példa, hogy egyszerre két olyan sprinter is úgy kerüljön ki a dombóvári atlétikai műhelyből, hogy világversenyeken is fényesen bizonyítsanak. Nem véletlenül vitte a régi moziba a Dombóvári Városi Atlétikai Sportegyesület a DOVASE az ünnepélyes díjkiosztóját. Mert 2018 olyan kiemelkedően jó év volt, hogy erről nem elég hallani újra, ezt szülőnek, gyereknek, edzőnek újra látni is kell. Egy ifista és egy junior sprinter nemzetközi szinten is letette névjegyét, ugyanakkor a hátországból tucatnyi versenyző ért el egyénileg, illetve csapatban szintén országosan figyelemre méltó eredményeket a dombóváriak közül. A korábban ugrókkal és dobókkal foglalkozó Tar Imre 47 évnyi edzősködés után két sprintert juttatott el 100-on és 200-on a tavaly kiemelt világversenyekre, a győri ifjúsági EB-re, illetve a 200-as Farkas Bence esetében az argentinai ifjúsági olimpiára is, ahol új ifjúsági országos csúccsal az első 10-ben végzett Farkas Bence. A sprinterként berobbant Farkas Bencével gyakorlatilag óvodás kora óta foglalkozik. Nem gondolt ilyen áttörésre, ami tavaly történt az Európa-bajnokság 9. helye után az ifjúsági olimpiai szereplésre. Először nem gondoltam, hogy sikerülni fog, de sikerült. És hát egy 36 éves országos csúcsot döntött meg a futásával, ami szerintem fantasztikus volt. 200-at le lehet haragni abból a 25-ből, 21-25-ből? Szerintem le lehet, de örülnék, hogy le tudnám kerekíteni. 21 lelkeljesen? Igen, nagyon örülnék neki, de hogyha nem, akkor semmi baj. Bence imád versenyezni, és jó versenyző típusnak is tűnik, mert hogy mindig a legnehezebb pillanatban, akkor, amikor a legjobban kell, képes kihozni magából a maximumot. Biztos, hogy valamit jól csináltunk, mert különben nem lettek volna ilyen eredmények. Nem véletlen az se, hogy a nagy versenyeken futotta a legjobb idejét. Feldobják a nagy versenyek. Az élsportoló és testnevelő szülők gyermeke, Göbjös Csenge, a 100-as sprinter tehetség, országos ifjúsági bajnok, Imre bácsi szerint a munkához való hozzáállása párját ritkító 50 éves edzői praxisában. A győri Európa-bajnokság 100-as döntőjében is ott láthattuk őt. Ott lehettem az ország legjobbjai közt szó szerint, és képviselettem Magyarországot, tehát ez egy borzasztóan nagy érzés volt. Célja az idén a 11,90-század, mert ezzel ott lehet a svédországi junior Európa-bajnokságon. Elsődlegesen a rajt és a reakció, ami nekem viszonylag mondható a gyengeségemnek, viszont idén nagyon ráfeküdtünk, főleg a fedett pályás szezonban, amikor 60 métert kell futni, és nagyon gyorsan kell reagálni a többiekhez képest. Úgyhogy most főleg ezen van a hangsúly, meg persze a végén, hogy minél jobban meg tudjam nyomni, és pörögjön, és haladós legyen a futás. Válogatottbeli klubtársa Farkas Bence számára nem rendeznek az idén hagyományos kontinens vagy világversenyt, ellenben lesz Azerbajdzsánban az egész európai sportolói ifjúságot megmozgató rangos viadal, az EOF, amit Európai Olimpiának is hívnak. Farkas Bence persze, hogy ott akar lenni a 200 méteres síkfutás rajtjánál. Az atomerőműeset természetjáró szakosztálya és a Demeter Egyesület idén is közösen szervezte meg az újévi túrát Paks természetvédelmi területén. Az Ürgemezőn tucatnyian vágtak neki hatalmas hóesésben az év első túrájának, mely a szezon kezdetét is jelentette egyben. Ropogott a hó a talpuk alatt az újévi túra résztvevőinek. Mindemellett csodálatos hófette Ürgemezőben gyönyörködhettek az év első barangolásán a túrázók. Az elmúlt évek alatt olykor-olykor volt ilyen benrészük január első napjaiban. Abszolút ez az időjárás szerintem alkalmas arra, hogy egy jót barangoljunk itt, hát nyilván egy rövidebbet, 5-10 kilométereset, és tényleg ez a táj, az Ürgemezei táj télen nagyon szép, úgyhogy mindenkinek nagyon javaslom, és a Demeter Egyesület meg aztán tényleg mindent elkövet, hogy itt Pakson bemutassa a Délmezőföld jeles tájait,
Minden évszakban érdemes kimenni, egyébként tavasszal a legszebb, de ilyenkor is hát az a hófőtte táj tényleg mindent kárpótol, és mi jártuk be először, hiszen szűz hóba tudtunk menni. Úgyhogy tényleg abszolút megfelelő volt. Nem volt olyan hideg, de azért hullott a hó. Volt, ami melegített benneteket? Igen, mindenki felszerelkezett kis pálinkával, forralt borral, úgyhogy ezt kifejezetten használt a túrának, és az újévi pezsgőt is belekóstoltunk, hiszen ez volt az idén az első túra. Maga az űrgemező, az neked mennyire a szíved csücske? Abszolút, hiszen már a sportolói pályafutásomból is ugye judoztam, és rengeteget futottunk ki a kilátóig. Ott még különböző feladatokat is kitalált Hangyási Laci bácsi nekünk, és hát abszolút ismerem a tájat, meg a itt nőttem föl, ez nekem a szívem csücske. Annak idején volt ugye a napfogyatkozás, ott is a kilátónál nézhettük végig. A szívemhez nőtt már gyerekkorom óta az űrgemező. Kicsit csendesebb ilyenkor, ugye nincs annyi madár, nincs madárcsicsergés, ez a csendes, havas, csak a hóropogása hallatszik, ez a legszebb szerintem ilyenkor a természetben. Volt, akiket elijesztett a túrázástól a havazás, míg mások örömüket lelték benne. Az űrgemező számos értéket, meg annyi rejtett látnivalót, vagy most éppen a hó alatt lapuló kincset rejt magába. Egy-egy ilyen túra nem csak a testet, de a lelket is táplálja. Ez már évek óta hagyomány, hogy az év első hétvégén tartja a szakosztálya évköszöntő túráját. Tulajdonképpen ezzel indul a túra szezon. Ilyenkor mindig a Délmezőföldön szeretünk túrázni. Ide megyünk ki egy hosszabb, rövidebb körre. Hát hagyományosan ezt a túrát a Péter Imi szokta vezetni, de idén nem ért rá, és én vettem át ezt a feladatot. És egy körülbelül 11-12 kilométeres kört tettünk az űrgemezőn, érintve, aki ismeri a Jézus szobrot kint az űrgemezőn, az űrgetanösvényt, illetve hát szerettünk volna a hátsó kis tavakhoz eljutni, csak ott a szürke marha csorda utunkat át, és ezért inkább megfutamodtunk, és kicsit rövidítettünk ott. Talán kicsit többen megijedtek reggel, mert azért nagyobb létszámba szokott menni a túra. Általában ilyen 30 fő azért el szokott jönni a túrára, most 16-an voltak, ha jól számoltam a mai túrán. Annak ellenére, hogy reggel úgy indult, ahogy én szerintem egy jó sikerült túra volt, hiszen havazásban azért nem minden nap tudunk túrázni, ugye elég ritkán van az, hogy ilyen szép hóesésben, mint ami, főleg ami reggel volt, gyönyörű nagy pelyhekbe esett a hó, így tudjunk túrázni. Tehát ez a túra, ez egy viszonylag rövid túra volt, hiszen 8 órakor indult, és délre már beértünk. Máskor azért ugye egész nap eltart a túra, hiszen reggel indulással valamikor a késő délután szoktunk hazaérkezni. A következő túránk az, amit mi szervezünk, az február 2-án lesz a Gemencben, szintén még azért arra számítunk, hogy az is egy téli túra. Ez egy emléktúra egyébként, Modor Árpád emléktúrának hívják, és megyei szervezésű. A Modor Árpád, ő a megye nagy turista vezetője volt, és az ő emlékére szervezzük meg minden évben ezt a túrát. Illetve hát előtte még nagyon népszerű a Baltina teljesítmény túra, amit Szekszárdon az Ifjúsági Unió szervez. Erre mi külön nem szervezünk rá, de a szakosztályban nagyon sokan el szoktak menni erre a túrára. Ott különböző távok vannak, 15-től 40 kilométerig. Az atomerőmű ESE természetjáró szakosztálya és a Demeter Egyesület közös programokat szervez egész évben. Több tucat kerékpáros és gyalogos túrát, melyhez már vízi program is betársult az elmúlt évben, így idén is lesz. Az évkezdés jó hangulatban indult a havas januárban.
Véget ért a European Youth Basketball League, a legrangosabb nemzetközi utánpótlás versenysorozat U20-as korosztályú tornájának alapszakasza. A második forduló Pécsett a Rádgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémián zajlott csütörtöktől vasárnapig. Ebből a csoportból a két legjobb U20-as csapat jutott a régiós döntőbe, amit március közepén szintén Pécsett rendeznek. A European Youth Basketball League a legrangosabb nemzetközi utánpótlás versenysorozat, melynek U20-as korosztályú csapatai Pécsett találkoztak a soros fordulóban. A csoportban a francia, spanyol, cseh, észt, svéd és angol gárdák mellett a Rádgéber Akadémia és az Albafehérvár, valamint egy különleges együttes az afrikai kontinens legígéretesebb játékosait képző NBA Academy Afrika lépett pályára. I'm so happy because it's my first time. Örülök, hogy itt lehetünk, erős csapattal érkeztünk Párizsból. Én most debütálok edzőként. Az NBA Academy Afrika együttesével kezdünk, nagyon nehéz mérkőzésre számítok. A francia csapatot a dombóvári származású Krasznai Milán rakta össze, aki játszott a Matáv Pécs csapatában is. A játékosok mind nehéz sorsú gyerekek, van köztük 13 éves. Milán nem csak az edzőjük, hanem ahogy mondja, a második apjuk is. Ezek a srácok, akikkel én most beneveztem az EIBL tornába, Franciaországban 8-9 osztályban játszanak, és a saját klubomhoz kellett egy olyan anyag, akik látok bennük tehetséget, és olyan csapatokból válogattam össze a játékosokat, akik a saját klubjukból menesztve lettek. Most én velük dolgoztam, próbálok dolgozni még a mai napig is, heti egy edzésünk van, és látok bennük fantáziát, tehát a formációval, tehát azzal, hogy a sok munkával maximumot próbálom belül kihozni. Most jelenleg én vagyok a második apukájuk nekik. Nagyon nehéz körülmények között élnek Franciaországban. Nem akarom a problémákat sorolni, mert nyomdafestéket nem bírna szerintem, hogy kivel milyen, mit történtek, meg történnek. És mostani mérkőzésen, ma reggeli mérkőzésen a legjobb játékosomat azért hoztam végül is el, nem is volt benne a keretben, mert nem volt hol aludnia. Úgyhogy ez nekünk egy hatalmas erőrelépés, és lehet, hogy a kisfinak tudunk majd valami kirobbanási lehetőséget találni. A következő forduló nekünk most itt vége, idényre, és azt hiszem szeptemberben fog kezdődni a következő bajnokság. Most kaptunk egy engedélyt, akkor megint el tudunk indulni, szinte ugyanezen a csapattal fogok jönni, ez biztos. Most hazamegyünk, hétfőn hajnalban indulunk vissza Budapestről, és akkor nekünk már hétfőn este egy komoly megyei rangadónk lesz otthon. Én 10 éve élek kint Franciaországban, mégis komolyabb szinten 8-9 éve vagyok benne a kosárlabdán, most már odáig sikerült eljutni, hogy van egy klubvezető vagyok, van egy olyan saját klubunk, és most ez az alapítvánnyal jöttem el, saját alapítvánnyal jöttem el Franciaországból, mert a saját klubban nem jöhetnénk mi ki Franciaországból, mert nem engedik a játékosokat külföldre, hogyha jó, akkor nehogy elvigyék külföldre. Most amit én kint látok a francia helyzetből, tehát a játékos nevelés az egyik legrosszabb, ami létezik, mert arányában nézve, tehát körülbelül, hogyha valamilyen akadémiára mennek el a francia játékosok, akkor 5000-ből egy, ha talán le tud ülni a francia kispadra a csoportban. A Rádgéber Akadémia csapata az első székesfehérvári fordulón 2 győzelmet és 2 vereséget szerzett. Az elsősorban a nemzetközi megmérettetés, tehát nagyon fontos, és ezért vállaltuk mi be az U18-asat, tehát az IFI csapatunkkal, hogy a 18 éves srácok játszanak a 20 évesek ellen nemzetközi mérkőzéseket, meg kicsit pekes a két legpont erősebb játékosunk a junior csapatból épp nem játszik sérülés miatt, de meg itt van ez a csarnok, ide minőségi rendezvényeket kell hozni. A házigazdák a pécsi nyitómérkőzésen az Albafehérvár gárdájától, majd az NBA Academy Afrika csapatától kaptak ki. Ezután egy Prága elleni győzelem következett, az utolsó mérkőzésen pedig csak hosszabbításban maradt alul a Rádgéber Akadémia a svédek ellen. Én azt hiszem, hogy szintet tudtunk lépni azzal, hogy ezt a komoly bajnokság tornaformájával lebonyolítandó bajnokságot ide tudtuk hozni. Ez a második állomása ennek a bajnokságnak, és nagyon-nagyon komoly tapasztalatokat tudunk szerezni, és szereztünk is. Minden mérkőzés más, minden mérkőzésen más stílussal találkozunk, tehát abszolút teli találat, és nagyon örülök neki, hogy meg tud valósítani. Hírünket viszi, és reményem szerint jó hírünket viszi. Másodszor, ahogy az előbb említettem, nagyon sok stílussal találkozunk, és felvérteződnek a játékosaink, hogy ki ellen mit lehet, és mit nem szabad játszani.
és a játékosok szempontjából még azért is fontos, mert a nevelésünk arra irányul, hogy minél több nemzetközi játékos neveljünk ki, és meg tudják így mutatni magukat. Ne felejtsük el, hogy a mérkőzések élő adásban mennek az interneten, és szerintem nagyon sok helyen nézik is ezt. Az alapszakasz ezzel véget ért. A két csoport első és második helyezettje, valamint rendezőként a Rádh Géber Akadémia csapata is ott lesz a régiós döntőn, amit március közepén rendez az akadémia. Először rendeztek tornaversenyt az új 21. századi felszereltségű torna munkacsarnokban. A városi diákolimpián két napon át versenyeztek az A és B kategóriájú sportolók. A helyszín jól debütált. Talaj, ugrás és a nagyobbaknak gerenda. A lányok ezekben a versenyszámokban indulnak a diákolimpián. A fiúk gyűrűgyakorlatot is bemutatnak. A Jurisics utcai általános iskolában fontos a sport. A lánytorna csapat sorra hozza a jobbnál jobb eredményeket. A csapat tagjai pedig nagyon komolyan veszik a sportágat. Azt szeretem benne, hogy van olyan sok mindent csinálunk. Hányszor jársz edzésre? Mennyit szoktatok készülni? Hétfőn és szerdán. Bukfencet, cigánykereket, meg kiszúrást és gyertyát. Mindegyik jól sikerült neked? Igen. A nővérem is tornászik, és nekem nagyon megtetszett, és ezért tornászok. Ma mit kellett csinálni? Elmeséled nekem? Igen. Hát ugrás előtt bemelegítettünk, aztán ugrottunk, és talajoztunk. Szerintem a talaj jobban sikerült, és meg vagyok elégedve azzal, hogy ilyen jó volt. Ma ugrottunk, bemelegítettünk, és csináltunk talajokat. Hogy sikerült neked? Hát jól sikerült. Van már olyan eredmény, amit elértetek, és amire büszke vagy? Igen, van. Mi az? Hol voltunk? Itt voltunk Pécsen a tornacsarnokban. És ezt hogy sikerült? Hányadikak lesz? Elsők lettünk. Most szerinted hányadikak lesznek? Szerintem most is elsők leszünk. 2018. februárjában nyílt meg Pécsett a Verseny utcában a 21. századi felszereltségű torna munkacsarnok. Most versenyhelyszínként is jól debütált a terem, hiszen két napon át mérték össze tudásukat a tornászok a Városi Diákolimpián. Nagy izgalommal készültem, hogy itt rendezek most egy tornaversenyt. Ugye ebben az előző évben átadták ezt a tornacsarnokot, de ez munkacsarnok. Tehát az, hogy fogom tudni elhelyezni a nézőteret, hogy tudjuk megoldani a verseny lebonyolítását, és így két napra terveztem a versenyt. A tegnapi nap folyamán a harmadik, negyedik korcsoportosok B kategória csapat és egyéni versenye zajlott, és az A kategóriásoknak a szabadon választott gyakorlatokkal a versenytornászaink. A mai napra pedig az első korcsoport és a második korcsoport leánycsapatverseny, és természetesen az egyéni összetett verseny, és délutánra pedig a fiú verseny lett betéve. Nagyon örültek a szülők, hogy most itt Pécsett is lehetőséget kaptak ezek a versenytornászok, nekik most volt az első, tehát így is köszöntöttem őket, hogy az első lehetőség, hogy itt Pécsett is bemutassák. Nagyon fontos, rutint szereznek, nagyon szép gyakorlatokat csináltak. Érdekes volt, hogy az edző kolléganő mondta, hogy megfordította, ugye most másik helyzetben van a gerenda, és hogy ez milyen bonyodalmat okozott egy-két gyereknek, tehát erre is jó és lehetőség van, hogy gyakorlatot szerezzenek. Az infrastruktúrális fejlesztésnek köszönhetően az utóbbi időben látványosan nőtt a tornászok száma. Leginkább a 10-14 éves korosztály választja ezt a sportágat. A városi diákolimpiai forduló után a január végi megyei döntőt is a torna munkacsarnokban rendezik, ugyanezzel az időrenddel. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, addig is viszontlátásra!